Ciao. Sok szeretettel köszöntöm az NB3-as nyugati csoportmeccsen itt a kedves résztvevőket. Elnézést, hogy egy-két perccel késtem, de egy kis technikai probléma adódott, ezért hát külön elnézést szeretnék kérni önöktől. Nagyon izgalmas mérkőzésnek lehetünk szemtanúi, közben egy helyzet a hazai részről, és kivágják a komáromiak. A listavezető Ajka találkozik a komárommal, amely a bajnokság 8. helyén áll jelenleg. Az ajkai kezdő: Horváth, Kenderes, Olá, Nagy, Köles, Csemer, Nagy Erik, Erdei, Kovács, Csizmadia és Pákai. Miközben bedobáshoz készül az ajkai játékos, addig még elmondanám, de már el is végezték. Kapus fog, Rigó Gábor jöhet kidobással, addig pedig gyorsan elmondom a komáromnak a kezdőjét. Rigó, Módi, Szabó, Schiller, Vég, Music, Tóth, Göbjös, Katona, Kenesei és Vég. Sok nézőben a Kenesei Krisztián név, vagyis hát a sok nézőnek sokat mondhat, ugyanis Kenesei Krisztián az, akire önök gondolnak, aki még magyar válogatott is volt, és számos NB1-es mérkőzést, csapatot is megjárt. Közben pedig bedomás ajkai részről. A bíró ezen a mérkőzésen Bőm Ármin, Ország Péter, vagyis ők a segédek, és a fő bíró pedig Zám Zsolt. Reméljük, hogy minél kevesebb munkája adódik ezen a találkozón. Csemer bedobása. Próbálnak fölfele indulni a játékosok, be középre. Nagy, szépen. Szép ütemváltás. Megint Csemerhez vissza, szélen próbál meg megindulni, a védőjét ott hagyta. Van beadás, van-e ráérkező? Van érkező fölé! Az első komolyabb akcióig nem kellett sokat várni, hál' Istennek. A drukkerek egyből rá is erősítenek. Talán önök is hallják. És közben pedig le is támadja az ajkai csapat a kapust, a védőket.
és megpróbálhat kijönni a Komárom, de nem megy nekik. Csemer nagyon szépen szedett labdát, de nem várta ott fönn senki se a játékszert. Kidobás. A vendégek vezetőedzője pedig szintén egy nagyon ismerős név lehet a futballvilágban jelenlévőknek. Bozsik Péterről van szó. Arról a Bozsik Péterről, aki még a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt, egész pontosan 2006-ban. Édesapja pedig Bozsik József, aki pedig az aranycsapatnak volt a tagja, és ő is volt a magyar válogatottnak a szövetségi kapitánya, emlékeim szerint 1974-ben. A hazaiak menedzsere, inkább vezetője pedig Schindler Szabolcs, aki szintén rengeteg magyar klubot megjárt, profi NB1-es védő volt, megfordult többek között a Fehérvárnál, az MTK-nál, a Vasasnál, Békés Csabán és Honvédban is. Csemer, szabálytalanság. Bíró még hátrébb vezeti a játékost, és inkább szólna neki. Komáromi szabadrúgás jöhet fölfele. Lássuk, van-e ráérkező? Van. De kicsit nem tudta jól levenni a labdát a vendégjátékos. Lehet hátrajátszani, majd pedig egy indítás előre, amire sajnos most nem volt érkező, és nem is tudtunk labdát szerezni a középpályánál. A bal szélen próbálnak megindulni a vendégek, majd visszajátszák középre, és megint a bal szélre. Kényszerítőt akartak, csak kicsit lassú volt. De egy beadásra tökéletes ez a labda, és Horvát fog. Horvát pedig dobja is ki, Csemer pedig nagyon gyorsan megiromadik a bal szélen. Elnézés, Kenderes volt, nem Csemer. És elveszítettük a labdát. Majd visszaszereztük. Előreindítás. Kivágják a védők. Kenderes. Szép, micsoda labda szerzés Nagy Eriktől. Dobhat a hazai csapat. Egyébként a Komárom leghíresebb játékosa most is ott rohangál elől a pályán, 77-esbe, középpályánál van, Kenesei Krisztián pedig még nagyon sokszor játékosként, mármint úgy, hogy Schindler Szabolcs volt játékos, nagyon sokat találkoztak ugyanis, Kenesei Krisztián is megfordult az MTK-nál, a Győri Etónál, az Eténél, közben pedig helyzet lehetett volna. Kirúgás következik. Tehát ott hagytam abba, hogy Kenesei Krisztián rengeteg hazai csapatban megfordult. Tehát az Eténél, a Vasasnál, Haladásnál, Lombardpápánál. Jelenleg pedig Komáromban játszik. Magyar bajnok is, vagyis hát magyar bajnoknak is mondhatja magát, hiszen 1997-ben, 99-ben és 2002-ben is NB1-es győzelmet ünnepelhetett. És a külföldi karriert se vetette meg, hiszen Pekingbe játszott 3 évet, a Peking Guannál és az Avellinónál is volt Olaszországban, ahol szintén nagyon eredményes játékos volt. Tehát eredményes játékosnak mondhatja el magát, mind itthon, mind külföldön is. Több mint 570 mérkőzést tudhat maga mögött, ebből a sok mérkőzésből pedig 255 gólt tudott lőni, szerezni. És ápolás lehet, ápolásra nyílik lehetőség, úgy néz ki. Áll egy kicsit a játék. Addig azt is elmondom, hogy Kenesei Krisztián pedig 2000-től 2005-ig volt magyar válogatott tag. 29 mérkőzésen lépett pályára többek közül. Svájc ellen, Spanyolország ellen, Svédország ellen. Svédország ellen még gólt is tudott szerezni. Brazília ellen és Kína ellen is pályára lépett, és emlékeim szerint még Messi debütáló mérkőzésén itt Magyarországon akkor is pályára lépett Kenesei Krisztián. Már az inkább Messinek marad emlékezetes, hisz becserélése után egy perccel később piros lapot kapott, ami miatt le is jöhetett a pályáról.
Kenesi egyébként gólt rugott Moldovának, Fehéroroszországnak, Svédországnak többek között. A legutolsó gólját pedig egy görögországi találkozón szerezte, és azzal lett a mérkőzés 2-1. Próbálunk szélen nyitni. Az ajkai csapat majd átjátszva próbálták meg megtartani a labdát, nem sikerült. Jöhet kifele a Komárom. Schiller próbálta tovább játszani, Csemernél a labda, labdát szereztünk, gyönyörű. Kezdhetnek egy szép, kidolgozott akciót indítani. Meg is indítják Oláhot. Olá megpróbálja megtartani a labdát, és az egy komáromi játékosról ment ki az én szemszögemből, a bíró ezt nem így gondolja. A vendégek jönnek touchról. A komáromi együttes egyébként ebben az évben jutott föl megint az NB3 nyugatihoz, de nagyon is megérdemelten. Megint bedomás, és megint Komárom javára ítél a bíró. Szurkolók kicsit felherdültek, nem értenek egyet a játékvezetővel. Na tehát a Komárom tavaly évben a Komárom-Esztergom megyei első osztályba szerepelt, és abszolút megérdemelten került ide, hiszen torony magasan megnyerték a megyei bajnokságot. Tehát 28 mérkőzésen 26 győzelem, egy döntetlen és egy vereség. Emellett pedig 175 gólt rúgtak, és 16-ot kaptak, tehát nagyon elrugott labda egyébként. Tehát a Komárom 79 ponttal zárta a tavalyi évet a megyei első osztályban, és azt szeretném kihozni ebből, hogy mennyire jobb volt a többi csapatnál, hogy a második helyen végzett Zsámbéki SK 77 gólt tudott szerezni a szezonban, és 11 ponttal maradt le a listavezetőtől, és a harmadik helyen végzett Oroszlány pedig 76-ot rugott, tehát a kettő csapat nem rugott annyit, mint a Komárom egy idény alatt. Szabad rúgás. Komárom jöhet. Visszajátsszák a védőkhöz. És majd a kapushoz. Közben az ajkai pedig letámadott, és volt is értelme, hiszen Rigó Gábor rontott, kivágt oldalra, és ebből jöhet az ajka. Bedobás megvolt. Olánál a labda. Olá keresi benne az emberét. Nincs benne embere, de egy nagyon rossz védői hiba, amit javított Rigó Gábor. A vendégek kapusa. Ismét Komáromnál a labda, hozhatják föl, de nagyon szépen letámad a hazai együttes, nem ad egy kis helyet se a vendégeknek. Bedobás. És valami történt. Ha jól látom, csere lesz. Így van, tehát a mérkőzés elején. Szabó Rihárd helyett Hajba Tamás lép a pályára, talán megsérülhetett, pontosan nem tudjuk, hogy mi is volt. Nem hiszem, hogy pár perc alatt ki tudta futni magát a játékos, tehát mindenféleképp sérülés szólt bele a meccsmenetébe. Komáromiak próbálják meg kihozni, de a hazaiak nagyon szemfülesek, és már egy támadás mehet is. Ott a megindítás, ott a lövés fölé. Nem baj, szép volt, szép volt. Éppen hogy csak fölé ment Olá lövése. Sok ilyet kell még kidolgozni. Sok ilyet. Egyébként azt is muszáj, azt is elmondom önöknek, hogy a NB3 nyugati csoportjából, aki második helyen állt, Érdi csapat, tehát aki elúgy nagyon versenyzik, és versenyzett, inkább versenyzik, az a együttes, közben egy megindítás, Olá nem érje el.
Tehát akivel nagyon versenyzett az Érd, most kicsit bukott a harmadik kerületi csapat ellen, ugyanis 3-3-at játszottak, tehát ezzel megváltozott a bajnokság képe egy icike-picikét. Tehát hogyha most nyer az Ajka, akkor bizony emlékeim szerint 5 ponttal húzhat el a bajnok esélyes csapat, de ezt nem merem még így teljesen biztosra mondani. Ezért tabella segítségével, igen. Tehát, hogyha most az Ajka nyer, akkor 19 pontja lesz, az Érnek pedig most 14 van. Tehát gyenge matek teljesítményem ellenére is ki tudom ezt számolni, hogy ez 5 pontos különbség. Közben pedig egy megindítást láthattunk, ami elakadt a komáromi védőben. Megint kezdhetnek építkezni a játékosok. Nagyon szigorúan veszik a védekezést az ajkaiak, tehát ők nem a zonális védekezésbe mennek bele, hanem inkább az emberfogásosba. És inkább jobban nyomnak, mint hogy megvárnák, hogy fölkerüljön a labda. Közben pedig komáromi akció volt kibontakozóba, amelyet most egy kirúgás követ. Elkezdik följátszani a labdát a hazaiak. Szépen kihasználják Kenderes a területet, majd egy labdavesztés és labdaszerzés, gyönyörű volt. És jobb szélen megindul a hazai játékos. Talán beadja, nem, elkezd befele mozogni, és visszapasszolja. A nézők ezzel nem nagyon értenek egyet. De szépen alakítják ki a helyzetet a hazaiak, de nem jutott el gólhelyzetig. Gyönyörű becsúszást láthattunk. Megint egy beadás, és megint nincs rá érkező. Ajajajaj. Egyébként a góllövő listát pedig két ajka játékos vezeti, Nagy Krisztián és Olá László. Krisztián 7 gólt szerzett eddig, Olá pedig 6-ot. Csemernél a labda, visszajátsza a védőhöz. Védő megpróbálja jobb szélen elindítani a játékot. Majd bejátsza középre. Szurkolók ráerősítenek. Nagynál a labda, Nagy, Csel. Nem jön össze. A komáromi csapatban pedig nincsenek annyira nagy gólgépek. Igaz, elmondtam Kenesei Krisztiánról az előbb, hogy ő azért sokat lőtt, de eddig ebben az idényben 2 találatnál jár, Szabó Rihárddal egyetembe, akit az előbb cseréltek le, és Schiller Patrik szerzett még 1 találatot, aki itt van a pályán. 8-as számban emlékeim szerint, így is van. Csemer, Kenderes átjátsza a másik oldalra. A játékos maga elé teszi a kezét, ugyanis a nap nagyon a szemébe süt. És jobb szélen lehet megindítani a játékot. Megtartják a labdát szépen. Most nagyon jó ütemváltás. Mehet a beadás? Nem. Szépen visszajátszották. Beadás most. Komáromi fejről került ki a labda. Úgyhogy a bíró szögletet jelez. Egyébként még az Ajkának a nagy gólvágója, Horváth Péter pedig len ül a kispadon. Nem véletlen, ugyanis múltkor beszéltem Schiller Szabolcsal az edzővel, és ő pedig azt mondta, hogy Horváth Péter, hogyha a csereként kezdi a meccset, biztosan, hogy betalál a meccs folyamán, amint becseréli. Közben a szöglet kissé veszélytelenre sikeredett, de most lehet egy veszélyes akciót kidolgozni. Beadás, van-e ráérkező? Nincs ráérkező. Kirúgás. Tehát Horváth Péter is egyébként tényleg mindig csak akkor lőtt gólt, amikor csereként állt be. Sajnos csak egyszer lehet becserélni, 3-szor nem, úgyhogy úgy még több gólt lőne. De most lennül és várja az alkalmat. Rigó kirúgás.
ami egy ajkai fejre került, közben pedig a lapjaim megpróbáltak elkúszni. Visszajátszák az ajkai kapusnak Horváthoz. Horváth szépen nyugodtan Csemerhez. Csemer nagyon szépen fedezi a labdát, és indul meg bal szélen. Talán egy akció lehet ebből. Csemer elkezd befele játszani, gyönyörűen játszott befele. És egy sportszerűtlen lökés volt, de tovább engedte a bíró. Kenderesnél a labda. Kenderes hátra játsza. Erdeihez. Erdei kijátsza jobb szélre. Köles. Nem tudtunk lefordulni. Jöhet kifele a komáromi együttes. Hogyha persze kiengedi azai csapat, mert nagyon, nagyon az emberfogásra mennek rá. Szabad rúgás. Komáromi csapat fogja elvégezni. Egyébként a komáromi együttes ebben az évben visszafogott, szolid meccseket játszott, tehát ilyen 1-2, maximum 3 gólos mérkőzései voltak. Ajjajajajajajajaj, az egy nagyon csúnya szabálytalanság volt. Remélem önök is látták. Kenesei nem kap lapot, úgy néz ki. Jöhet az ajka. Kenesei Krisztián volt szabálytalan. Kenesei Krisztián egyébként a legidősebb játékos, aki most a pályán van, a maga 41 évével. Egy igazi legenda mondhatni. Csemernél a labda. Csemer megindítja magát a bal szélen, és nagyon szépen ott hagyta volna Schiller, de kicsit túlrúgta. Tatsa, jön a komárom. Tehát még ott is tartottam, hogy igen szolid mérkőzéseket játszott a komáromi együttes, Csemer pedig próbál labdát szerezni, nem jött össze, de a csapatásának sikerült, majd elhagyja Nagy Erik is. Majd Nagy Erik visszaszerzi, hát bedobással jön a vendég. Tehát a komáromi csapat eddig olyan mérkőzéseket játszott. Az első fordulóban Csepelt nyerte, vagy Csepel ellen nyert mérkőzést 2-1-re, majd kikapott a BKV előrétől 1-0-ra, majd Tar András Hida győzte le őt 2-1-es arányba, Ménfő Csanakot 1-0-ra megverték, harmadik kerülettel egy X-et játszottak, egy 1-1-es döntetlen, közben pedig komáromi helyzet lehet kialakulóban. Nincs beadás, szélre kiadják. Touch. Touch következik. Ajkai részről. Szép nagy bedobás. Nagy Erik pedig tovább fejeli. És ebből aztán lehet nagy indítás. Vagy labdaszerzés. Nem. Hát labdaszerzés az most komáromi részről akadt. Ismét egy bedobás. Megint a hazaiak végzik el. Gyönyörű lefordulást láthattunk, te jó ég. És ott az első. Nem első, ugyanis a második komoly helyzet volt. De Rigó bravúrral védett. Ez az, jó iramba kezdik a hazaiak ezt a mérkőzést. A legutóbbi fordulóban pedig Komárom egy 0-0-ás döntetlent játszott a Dunaharaszti MTK-val. Még a hazaiak legutóbb Sárvárt győzték le idegenben 3-1-re, azelőtt Nagykanizsát itthon 5-2-re. Aztán egy megyei rangadó volt, vagyis hát inkább előtte, Pápai Peruc Ajka, ott az utolsó percben Horváth Péter találatával nyert a vendégegyüttes 2-1-re. Akkor is csere volt, ugye? Rossz lövés. Azelőtt pedig a Puskás Akadémiát fogadták itt Ajkán. Az egy 0-0-ás mérkőzés volt. Azelőtt a Pénzügyőrt győzték le 4-1-re. És a legelső bajnoki mérkőzésükön pedig 7-1-re győzött a THS-e szabad kikötő ellen a hazai csapat. Komáromi bedobás. Schiller helyett Kendereshez került a labda. Kenderes tovább. Olá szépen beadja. Nagynak. Nagy visszajátsza. Nincs rá érkező.
Sok-sok esetben a beadásokra nincs érkező, valahogy ezt orvosolni kell. Mert addig nincs sok esély egy találatra. Kovács. Ki a szélre megint. Nagy nem tudott megindulni, ugyanis nem talált oda a labda. Nem arra írták meg az útját. Csemernél a labda, leveszi mellel. Majd igazít és hátra játsza. Erdeihez. Erdei megint kijátsza a jobb szélre a labdát. Kéri egyébként Kovács a labdát. Elnézést, Erdei kéri. Összeolvadnak ilyen messziről a számok. Majd Erdei mit kezd a labdával? Lepasszolja Csemerhez. Csemer megpróbál. Két ember között elmegy, és megindul. De hátra játszunk. Kenderes. Kenderes elpasszolta a labdáját. De attól még azaljak jöhetnek. Hátra játszunk megint. Pákai. Pálkai megindítja nagyot, de nem jó. Megint Rigó Gábor, az ellenfél kapusa. Fogta meg, és indította el Kenesei fejéről, pedig vissza egy komáromi védőhöz. Vagyis hát nem védőhöz, Hajba Tamáshoz került. Rigó, mit kezd a labdával? Nézzük. Ő se tudja még, gondolkozik. Senki nem támadt egyébként meg a kapust, így volt ideje ezen elmélálni. Szabálytalanság. Sajjajjaj. Gyorsan megpróbálta elvégezni az azai csapat a szabadrugást, ám ezt a bíró nem engedte nekik. És megint. Sípszót követően lehetett elvégezni. Hát ez nem szabálykönyvben, ez nem írnak sípszót, hogy ilyen helyzetben. Közben megint alakulhat egy hazai helyzet. De inkább kicsit vissza is játszunk. Erdei. Erdei vissza szélre. Pákai. Pálkai szépen megforgatja az ellenfelét, majd bedobással jönnek, mert az ellenfélről került ki a labda. Most kicsit hátra szorult a játék. Csemerhez próbálják átjátszani, nem sikerül. Csemer pedig labdát veszít. Nagyon szorosan ráment Schiller. Gyönyörű csel egyébként. Nagy Erik megindul, és nem jó a passz, nem jó a passz. Ugyanis a védő meg elszedte a labdát. Nem ért el a címzethez, most pedig visszavettük. Kenderes! Valami van a levegőben, úgy érzem. Most nagyon akarnak valamit. Labda kezeletlenséggel nem lehet, de szépen visszaszereztük. Lejátsszuk középre. Hátra a védőkhöz. Jár a labda körbe-körbe. Ki tudja, hol áll meg. Hazai drukkerek. Remélhetőleg a komáromi kaput mondják, hogy ott fog majd megállni. Bedobás. Tizenhatoson belülre, és kapus fogja, még mielőtt kigurult volna a labda egy saját játékos fejéről. Tehát nincs szöglet, kirúgás van. Rigó szépen előre. Keneseit leszették. Kenderes szépen nyugodtan csinálja. Kenderes pedig megpróbálta megindítani nagyot, ami nem jött össze. És kicsit megtorpant Rigó. Hát, hogyha ez a kapu irányába ment volna, akkor ez beakadt volna. Csemert pedig lerántották, de jöhet a komárom. Kenőhöz nem jut el a labda. Helyette inkább Horváthoz, azai csapat kapusához.
Kecsemer próbálja átjátszani, de hát hova? Maximum Schindler Szabolcshoz. Ugyanis ő állt ott, de hát pályán kívül. Komáromi bedobás következik. A bedobást elvégzik-e még ma? Igen. Sikeres akció. Eddig nincs úgy nagyon rés, tehát az ajak kapujához még nem is tudott eljutni a vendégcsapat, de azért a hazai csapat is nagy problémában van. Kenő sarokkal le. Nincs ráérkező, mert les lett volna. Horvát kirúgása következik. Tehát egyébként az a együttes nem, vagyis hát megtalálja a réseket, csak pontatlan labdákat adnak előre. Ott van valahol a probléma. Mit meg kéne oldaniuk? Csemer. Szép labdalevétel. És bal széle megpróbálja megindítani Kenderes, de Kenderes helyett Olá kerül előtérbe, és ő is veszi le a labdát. Van rá beinduló, és... Egy kicsit gyenge lövés volt. De azért így is résen kellett lennie Rigónak. Drukkerek egyből ráerősítenek. Ez szép helyzet volt. Senki nem lép ki a komáromi játékosra. Kenő. Azaz Kenesei. Horváthoz kerül a labda. Megint Komáromnál a labda. Hátul játszogatnak. Nagyon, nagyon előre jött a vendégcsapat. Ezért nem tudják annyira tovább játszani. Hogyha meg tovább játsszák, akkor pedig ajkai labdaszerzés lesz, úgy, mint ahogy most is volt. Komáromi védőnél megpróbálják fölhozni. Van egy érzés, hogy nem fog sikerülni, de most sikerülni fog, ugyanis szabadrugás. Szabadrugásra jön a vendégcsapat. Amit el is végeztek, Kenő pedig megpróbálta megindítani társát, de nem sok sikerrel. Szép becsúszás. Nagy. És most lehet Olá ott megjátszani. Olá! Kettő védővel, és ott van a csapattársa még jobb szélen is. A passz megvolt. És Les jelzi az asszisztens. Csemer. Erdei tovább játsza védőtársának, Pákainak. Megindult fölfelé, majd megpróbálják kihúzni a jobb szélt. Nagynál a labda. Vissza. És egy megindítás, ami megint nem ért célba. És szöglet. Gyönyörűen kiharcolt szöglet. Veszélyeztethet a hazai együttes. Nézzük meg, hogy veszélyeztetni fog-e. Játékosok elhelyezkednek, Viró figyel. Nem tudni mi, hogyan, és mi lesz. Beadás. Komáromi fejelés. De egy nagyon szép labdaszerzés, és egy rossz levétel, pedig abból még lövés is lehetett volna. Na nézzük, Bíró mit ítél? Kenesei került le a földre,
közben pedig a drukkerektől megkapja jelzőit. Szép letámadás. Kenesei, labdalevétel, lepasszolja. Gyönyörű Pákai megmozdulás. Szépen helyet csinált magának. Közben pedig Ajka helyzetet alakíthat ki. 16-oson belül a játékos beadás. Ott van, üres a kapu. Felső léc, te jó ég. Felső léc. A meccs eddig legnagyobb helyzetét láthattuk most. Ajajajajajajajaj. Ha jól láttam, Olá volt az, aki a felső lécre pattintotta a labdát. Igazán befele is pattantott volna a labda, de ez egy ilyen sportág, 0-0-val folytatódik. Meg egy szabadrúgással is persze. Elvégzik a vendégek. Szélről megszerzik a labdát Komáromiak is. Kenderes pedig defenzívan védekezik. Kenesei sarokkal tovább, ami egész szépen volt. Schiller rálövi, kapufa ott is. Ajajajajajaj. Hát igen, a drukkerek bekiabálják, hogy ébresztő van. Ez a kapufa egy jelzésértékű kapufa volt. Tehát vigyázni kell nagyon Bozsik mester tanítványaival. Komáromi labda, Schiller, vissza, Keneseinél lett volna. A mérkőzés 38. percében 0-0 az állás. Egy hazai és egy vendégkapufa is volt a mérkőzésen most a legutóbbi 5 percben. Úgyhogy még izgalmakat tartogat szerintem még ez a fél idő is, nem csak a második, 45 perc, Kenesei. Megpróbálja kialakítani maga kis helyzetét. Kenesei szépen átjátsza. Pálkai pedig gyönyörűen csúszik be. Komáromi bedobás. Majdnem a bírót dobták meg. Talán valami nem tetszett az előző ítéletek kapcsán. Horváth kidobja. Csizmadia. Szépen kettő között próbálta meg. Nem jó, Kenderes se ért el. Nagyon elaludt most a hazai együttes. Most a Komárom nyom nagyon. És még nem ér véget a komáromi nyomás. Talán most. Nem, ugyanis Komáromihoz pattan megint a játékszer. Kenesei nagyon szépen fogja, őrzi a labdát, de átjátsz a csapatásnak, eddig rossz labdát nem is adott. Gyönyörű, csel, majd egy odarúgás, amit most fúj vissza a játékvezető. Ajka középpályánál helyezi el a labdát, és mert az indítás, Len pedig Olá teljesen üres, és ezt észre is veszi a csapattársa. 16-osnál van Olá, talán lecselezi az ellenfelét, befele indul, beadja, ott helyzet, ott a gól, vezet az a együttes, erről van szó, végre egy pontos labda. Szép volt, Olá gyönyörűen vette észre az emberét. Erről van szó.
ez már igazán érett. Csizmadia Norbert szerzett, vagyis Csizmadia Norbert szerezte az előző találatot. Elnézést, Csizmadia Zoltán szerezte a gólt, én egy kicsit eltévedtem, nagyon úgy néz ki. Csizmadia Zoltán, de igen, a technikus segített, elnézést kérek ebbe a névtévesztésbe, de az értékét nem veszi el a gólnak. 1-0 hazai csapat javára. Kenesei végzi el egyébként a középrugást. És egy labdaszerzés, és ott lehetne egyébként a második találat is. Nagyon örülnénk neki. Lerántja. Lerántották az ajkai védőt, közben pedig egy kötényt kapott az a játékos. Hajba Tamás indul meg, és ad egy pontatlan labdát. Kovács. Kovács megint Oláhot indítja meg. Oláhon múlik. Mi lesz most? Reméljük úgy csinálja, mint az előbb. Nem, rálövi. Védőről pattan el a labda. Dál Istennek hazaihoz. Kovács. Csemer. Csemer próbál passzolni. Sikerül is Kenderes. Kenderes pedig kijátsza szélre. Kicsit pontatlanul, de utána ment a játékos. És megint egy pontatlan passz, de megint utána fut. Köles. Köles beadás, ott Tales, sajnos. Bíró magasba emelte a zászlaját. Sokan nem értenek vele egyet. De attól még a tény az tény, les, és jöhet kifele a Komárom. Na. Megmutatja a játékvezető, Zám Zsolt, hogy honnan szeretné elvégeztetni. Rigó Gábor rúghatja ki. Ránéz labdára, játékosére is ki is rúgja. Ajkai védő fejel ki. Nagy. És ez abszolút szabálytalanság, ezt már jelzi Zám Zsolt. És egy sárga lapot is ad, ezért így díjazza ezt a szabálytalanságot. Még 11-en folytatják a játékot egyenlőre, de ezzel a sárgával most jó lenne vigyázni a vendégjátékosnak. És szabadból pedig Módi Viktor kapott egyébként sárgát, Komárom 3-as számú játékosa. Kenderes. Nem jó megindítás. De még szépen megtartjuk a labdát. Most az utóbbi 5 percben megint mi nyomunk jól a hazaiak. Így is kell. Bozsik edző pedig nem értett egyet az asszisztenssel. Kicsit kirohant, de meg is állt. Most nem annyira nyugodt, mert a mérkőzés első 35 percében megint egy vitatható ítélet. Bózsik edző egyébként a mérkőzés első 35 percében ült nyugodtan, majd most kezdett el úgy az utóbbi percekben felállni. Egy gyönyörű becsúszást láthatunk, és egy szabálytalanságot. Bózsik széttárja karjait. Előredől. Majd beült valamit, de hát a játékvezetőt nem hagyja meg. Csemer fölmegy, ő végzi el. Szabadrugást elvégeztük, a komáromiak a... Hát ez azért kicsit viccesre sikeredett. Keneseivel szemben volt állítólag szabálytalan a hazai játékos.
Bár ahogy én néztem a bírót, ő nem is figyelt oda rá, csak fújt egyet. Kenderes Zoltán kapott egyébként sárga lapot. Mérkőzés állása 1-0, sárga lapok száma 1-1. Megy a letámadás, majd egy labdavesztés, és ilyenkor fújja le a játékvezető a mérkőzést. Ez vitatható, vagyis igen, a mérkőzés első fél idejét, elnézést. Benne vagyok a mérkőzés hevébe, néha mondok pontatlan infókat, de ez még úgy érzem belefér. Tehát az első fél időben a hazai csapat veszélyeztetett jobban, a Komárom nem játszik egyébként rosszul. A hazai csapat kissé pontatlan beadásilag, de második fél időre úgy érzem, hogy ez változni fog, ugyanis Schindler Szabolcs elbeszélget játékosaival, hogy Bozsik Péter is, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz a második fél időben. Addig is az első fél idő állása, Ajka, Komárom 1-0. Jó pihenőt kívánok önöknek és a játékosoknak is. Szélről megszerzik a labdát Komáromiak is. Kenderes pedig defenzívan védekezik. Kenesei sarokkal tovább, ami egész szépen volt. Schiller rálövi, kapufa ott is. Ajajajajajaj. Hát igen, a drukkerek bekiabálják, hogy ébresztő van. Ez a kapufa egy jelzésértékű kapufa volt. Tehát vigyázni kell nagyon Bozsik mester tanítványaival. Komáromi labda, Schiller, vissza, Keneseinél lett volna. A mérkőzés 38. percében 0-0 az állás. Egy hazai és egy vendégkapufa is volt a mérkőzésen, most a legutóbbi 5 percben. Úgyhogy még izgalmakat tartogat, szerintem még ez a fél idő is, nem csak a második, 45 perc, Kenesei. Megpróbálja kialakítani maga kis helyzetét. Kenesei szépen átjátsza. Pálkai pedig gyönyörűen csúszik be. Komáromi bedobás. Majdnem a bírót dobták meg. Talán valami nem tetszett az előző ítéletek kapcsán. Horváth kidobja. Csizmadia. Szépen kettő között próbálta meg. Nem jó, Kenderes se ért el. Nagyon elaludt most a hazai együttes. Most a Komárom nyom nagyon. És még nem ér véget a komáromi nyomás. Talán most. Nem, ugyanis Komáromihoz pattan megint a játékszer. Kenesei nagyon szépen fogja, őrzi a labdát. De átjátsz a csapatásnak, eddig rossz labdát nem is adott. Gyönyörű, csel, majd egy odarúgás, amit... Most fúj vissza a játékvezető. Ajka középpályánál helyezi el a labdát, és mert az indítás, Len pedig Olá teljesen üres, és ezt észre is veszi a csapattársa. 16-osnál van Olá, talán lecselezi az ellenfelét, befele indul, beadja, ott helyzet, ott a gól, vezet! Vezet a hazai együttes, erről van szó, végre egy pontos labda.
Szép volt. Olá gyönyörűen vette észre az emberét. Erről van szó. Ez már igazán érett. Csizmadia Norbert szerzett, vagyis Csizmadia Norbert szerezte az előző találatot. Elnézést, Csizmadia Zoltán szerezte a gólt, én egy kicsit eltévedtem, nagyon úgy néz ki. Csizmadia Zoltán, de igen, a technikus segített, elnézést kérek ebbe a névtévesztésbe, de az értékét nem veszi el a gólnak. 1-0 hazai csapat javára. Kenesei végzi el egyébként a középrugást. És egy labdaszerzés, és ott lehetne egyébként a második találat is. Nagyon örülnénk neki. Lerántja. Lerántották az ajkai védőt, közben pedig egy kötényt kapott az a játékos. Hajba Tamás indul meg, és ad egy pontatlan labdát. Kovács. Kovács megint Oláhot indítja meg. Oláhon múlik. Mi lesz most? Reméljük úgy csinálja, mint az előbb. Nem, rálövi. Védőről pattan el a labda. Dál Istennek hazaihoz. Kovács. Csemer. Csemer próbál passzolni. Sikerül is Kenderes. Kenderes pedig kijátsza szélre. Kicsit pontatlanul, de utána ment a játékos. És megint egy pontatlan passz, de megint utána fut. Köles. Köles. Beadás. Ott Tales. Sajnos. Bíró magasba emelte a zászlaját. Sokan nem értenek vele egyet. De attól még a tény az tény lesz, és jöhet kifele a Komárom. Na. Megmutatja a játékvezető. Zám Zsolt, hogy honnan szeretné elvégeztetni. Rigó Gábor rúghatja ki. Ránéz labdára, játékosére is ki is rúgja. Ajkai védő fejel ki. Nagy. És ez abszolút szabálytalanság, ezt már jelzi Zám Zsolt. És egy sárga lapot is ad, ezért így díjazza ezt a szabálytalanságot. Még 11-en folytatják a játékot egyenlőre, de ezzel a sárgával most jó lenne vigyázni a vendégjátékosnak. És szabadból pedig... Módi Viktor kapott egyébként sárgát. Komárom 3-as számú játékosa. Kenderes. Nem jó megindítás. De még szépen megtartjuk a labdát. Most az utóbbi 5 percben megint mi nyomunk jól a hazaiak. Így is kell. Bozsi edző pedig nem értett egyet az asszisztenssel. Kicsit kirohant, de meg is állt. Most nem annyira nyugodt, mert a mérkőzés első 35 percében megint egy vitatható ítélet. Bózsik edző egyébként a mérkőzés első 35 percében ült nyugodtan, majd most kezdett el úgy az utóbbi percekben felállni. Egy gyönyörű becsúszást láthatunk, és egy szabálytalanságot. Bózsik széttárja karjait. Előredől. Majd beült valamit, de hát a játékvezetőt nem hagyja meg. Csemer fölmegy, ő végzi el. Szabadrugást elvégeztük, a Komáromiak a... Hát ez azért
kicsit viccesre sikeredett. Keneseivel szemben volt állítólag szabálytalan a hazai játékos. Bár ahogy én néztem a bírót, ő nem is figyelt oda rá, csak fújt egyet. Kenderes Zoltán kapott egyébként sárga lapot. A mérkőzés állása 1-0, sárga lapok száma 1-1. Megy a letámadás, majd egy labdavesztés, és ilyenkor fújja le a játékvezető a mérkőzést. Ez vitatható, vagyis igen, a mérkőzés első fél idejét, elnézést. Benne vagyok a mérkőzés hevébe, néha mondok pontatlan infókat, de ez még úgy érzem belefér. Tehát az első fél időben a hazai csapat veszélyeztetett jobban, a Komárom nem játszik egyébként rosszul. A hazai csapat kissé pontatlan beadásilag, de második fél időre úgy érzem, hogy ez változni fog, ugyanis Schindler Szabolcs elbeszélget játékosaival, hogy Bozsik Péter is, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz a második fél időben. Addig is az első fél idő állása, Ajka, Komárom 1-0. Jó pihenőt kívánok önöknek és a játékosoknak is. Nagy nehezen fölkelt. Úgyhogy folytatódhat. Egyébként több mérkőzés is már lezajlott, tehát vége lett itt az NB3-as nyugati csoport 7. fordulójában. Azt így most ismertetném önökkel. A harmadik kerület, ugye azt már mondtam, hogy az Érdel 3-3-at játszott. Tar Andrásida 2-1-re legyőzte a BKV előre csapatát. A Dunaharaszti MTK otthon 3-2-re megverte a Molvidi FC második csapatát. Ménfő Csanak 1-0-ra nyert Csepel ellen, a Puskás Akadémia 3-3-as döntetlent játszott Nagykanizsa ellen, Pénzügyőr 1-0-ra otthon legyőzte a Sárvár csapatát, a THS-e szabad kikötő pedig a Pápai Peruccal 2-2-es döntetlent játszottak, egész pontosan úgy, hogy a THS-e a 93. percben szerezte az egyenlítő találatát, tehát bánkodhatnak a pápaiak, közben pedig Köleshez pattan a labda, és megint lehet egy ajkai akciót kiindítani. Kapus pedig fogja. Tehát már csak ennek a mérkőzésnek kell lezajlania. És látunk egy pontosabb tabellát. Persze még ettől a mérkőzéstől is függ. Hogyha ez így marad, vagy hogyha változik az eredmény, akkor annak fejében komáromi kidobás. Tacs jöhet hazaiak részéről. Beadás, nincs ráérkező, kivéve Rigó, aki hát az ellenfél kapusa. Nagyon-nagyon kitámad a hazai csapat. Hát nem tudják a komáromiak, hogy hova kéne passzolni, és ennek megvan a veszélye, és pontosan ez, hogy az Ajka jöhet. Köles. Bedobja. Megpróbálják szélen tartani a játékot, majd elindulnak befelé, és egy eladott labda, amiből Schiller meg is indult, és kettő játékoson szépen végig is vitte. Kenesei lejátsza. Csapatársának lejátszotta volna, de nem sikerült. Kölesnél ismét a labda. Olá szépen lefordul, és elindul fölfele egyedül, és nem értetik meg egymást, de ez így nem lesz, és szerintem nem lesz. Hatalmas, kultúr másodpercek voltak most. Úgy gondolom, ezt önök is hallották, behaladt szót hatott a közvetítésbe. De megint a bíró fúj. Közben pedig nézői beszólások, hogyha akartok fújni, jól fújjatok, ez a bírónak ment. Ez egy viszonylag korrektebb megjegyzés volt az elmúlt percekből. És egy szabadrugáshoz készülődik Csemer. Két fordulóval ezelőtt a Nagykanizsa ellen
majdnem, hogy onnan rugott egy hatalmas gólt, reméljük most is így fogja befejezni. Sem már rávállalja, de inkább beadás. Van rá érkező, nincs rá tisztán érkező. Helyette megpróbálja a Komárom kihozni a labdát. Ez valamennyire sikerül is, ugyanis a bal széle megindulhatnak. Mádi. Kenesei vissza, és Kenesei eladja. Most pedig Olánál a labda. Meg lehet indulni rendesen. Olá szépen tovább játszotta. Nagy. Hát, hogyha talán földobta volna magát, akkor az befújják. Bár mondjuk ez a játékvezető nem biztos. Kenesei borította föl Pákai. Kenesei kérdezi, hogy ez mi volt. És ez mi volt. És ez talán... Talán nem talán, ez egy sárga lap. Mádi volt sportszerűtlen, nagyon is. És el is végzi a komáromi csapat a szabadrugást. Érkező nincs rá, vagyis lett volna Kenesei, de nem ért el. Elnézést, Kovács Gergő kapott sárga lapot, nem Mádi. És nagyon szép beindulás, lövés, blokkolás. Ajjajjaj, de az még meg lehet. Nagy. Megint lest jelzett az asszisztens. Ezzel megint nem értenek egyet, de felesleges mondanom, hiszen szerintem ez behallatszik. Tudtommal. Jöhet a Komárom fölfele? Jöhet ne? Hogyha a hazaiak engednék, de nagyon jól csinálják. Támadást lehetne kialakítani. Nagy. Nagy lejátsza. Nagy lövés. Ott a helyzet és mellé éppen hogy csak kapusról ment ki. Jöhet a szöglet. Nagyon felbuzdultak itt a szurkolók. Annyira, hogy még a saját hangomat nem hallom. Nagy szeretné elvégezni a szögletet, és ő is fogja. Labdához készül. Beadás. Nem beadás, mégse. Köles. Átjátsz a másik oldalra, ott nincs ember, vagyis vendég. Játékos nincs ott. Lekészítés, rúgás, mekkora lövés mellé. Szép volt. Így tovább. Rigó készülődik kirúgáshoz. Mondja is a csapattársainak, meg mutatja is azt, hogy menjetek följebb, de hát nem tudnak jobban fölmenni. Az ajkai védelem, a támadósor minden elől van, tehát így nehéz nekik. Megindítás. Olánál a labda. Olán megpróbál befele indulni, bepasszolja, elakad egy komáromi lába. Úgyhogy most jöhetnek is fölfele. Hogyha engedik, eddig nem tudtak közbeszólni nagyon. Most a védekezésbe. De hamarosan úgyis elveszik. Ugyanis szinte profi ez a védekező taktika. Ez az emberfogásos. A legtöbb edző inkább a zonális ember, vagy a zonális védekezésbe megy bele. Nem az emberfogásosba. Schindler ezt most máshogy gondolja, és van is eredménye. Komáromi helyzet kibontakozóban volt, de nem lett az. Kenesei pedig most áll föl. Talán megsérül, de egy ajkai helyzet nagy. Helyett Olánál a labda, Olá beindul, Olá cselezget és levágódik. El kell vállalni, de egyébként Olá nagyon jól játszik, tehát csapatközpontú játékos, ez leszűrődött ezen a mérkőzésen, abszolút. De megindulhatunk Basszélen, ha jól látom, Csemer beadja a labdát, érkező bizony nincs rá. Nagy. Kenderes játszotta tovább.
Csemár rálő. Ujjajajajajaj, mekkora lövés volt a jó ég. Ha az beakadt volna, de sajnos nem. Jó focit láthatunk így a mérkőzés, vagyis a félidő után. Jó iramba kezd mindkét csapat, de főleg a hazai csapat. Bedomás komáromi részről. Nézzük meg. Szép nagy bedomás, de pontatlan. De kicsit följebb jöhetnek is a vendégek, és dobhatnak. Meg is volt. Egy labdavesztéssel párosítva. Megint támadhat a hazai együttes. Nagy. Nagyon jól játszik. Köles. Ő is. Szinte az egész csapat, csak néha az a pontatlan beadás, ami az első fél időben nagyon ment. Arról, mintha most leszoktak volna. Mármint nem a beadásról, átadásról, hanem a pontatlanról. Kivágódott a labda, és egy gyors bedobás következtében már jöhet is az ajkai akció, amit sikeresen megszüntettek a komáromi védők, de defenzív védelem miatt vissza is szerezte a hazai együttes. És egy gyönyörű labda szerzést láthatunk Horváth Pétertől. Szöglet. Majd még a csapat buszt is megrúgja. Megrúgta volna a játékos, ha nem állott egy ember. Na, most mi a kifogása a bírónak? Nem tudni. Jöhet a szöglet. Közben pedig háttérben melegítenek a cserejátékosok. Beadás nem volt kint. És az ugye rá is lehet puffantani, rálövik. Ajjajajajaj, mekkora lövés volt. Szép lövés volt, a kapus is rajta volt, de éppen, hogy csak egy pár centiméterrel elhúzott a kapu mellett. Jöhet fölfele a vendég együttes. Elengedték, így a hazai csapat tetszert a labda jogára. Visszajátszunk szépen, nyugodtan. Az első fél időben többet játszottunk hátra, mint most, de megcsúszott Kovács a labdán. Kovács a csizmadia, elnézést. Szélre játszunk, pontosan erről van szó. És ebből lehet egy helyzetet is kialakítani, hogyha nem veszik el, vagy hogyha nem szerezzük vissza. Nagy sarok, vagy hát egy kis trükkösen akarta elvégezni. Hát nem is elvégezni, hanem beadni. Nem sikerült sajnos. Egyébként a két csapat összeállítását alaposan megnéztem, és hogy is mondjam, kiszámoltam az átlag életkort is, és nagy különbségek, túl nagy különbségek nincsenek, de vannak különbségek. Közben pedig egy ajkai védekezés. Az még pedig a különbség, hogy az ajkai csapatból csak egy játékos van 30-as évszám fölött. Közben beadás. Ketten vannak, ezt ki lehet használni. És ott a lövés, nincs, tessel van, lövés nincs, hát rá kell lőni, abból lehet gólt szerezni. Tehát megnéztem a játékosok évszámát is, hogy mikor születtek, hány évesek. És a hazai csapatnak az átlag életkora egyébként 25 és fél év. Köles közben labdát szerez, és odarúgtak neki, de ezt nem fújja le. Itt a bírók úgy érzem, hogy nagyon nagy közellenségek lettek egy óra alatt.
Tehát a hazai csapatnak 25 és fél év az átlag életkora. Bozsik Péter együttesé pedig inkább a 27 felett törekszik, de azért is érdekes ez, ugyanis Komáromnál, ha jól tudom, akkor 4 vagy 5 játékos töltötte be a 30-at, vagy 5-6, inkább 5-6. Közülük ketten is a 40-et betöltötték, az egyik Kenesei, ő a legidősebb. És egy eladás, és egy gyönyörű horvát védés. Résen volt nagyon, pedig ez most veszélyes lehetett volna, így is az volt, csak horvát jól jött. Izmadia beindult. Lepasszolja Olának. Olá beadáshoz készül, nem, mert elvette tőle a labdát. A komáromi védő. Nézzük, mit kezdünk ezzel a helyzettel. Köles. Forgatja a labdát a fej mögött a két kezében, majd be is dobja. Komáromiak pedig kivágják előre. Ez az opciójuk maradt, ugyanis hogyha passzolgatásba kezdtek volna, nagy eséllyel elvette tőle volna, vagy elvették volna a labdát a hazaiak. Beadás! Fejjel rosszul jött fejre, de az még folytatódhat, és mi elcsúszunk, hát nem értjük, hogy itt mi folyik. Szerintem a játékvezető sincs teljes mértékben tisztába ezzel. Tehát itt a játékvezető is el van késve egy-két ütemmel, nem csak a becsúszások néha-néha. És egy cserét is végrehajt a hazai együttes. Nagy Erik jön le, és helyére pedig Pavlicki Balázs jön 10-es számmal. Nézzük, mit hoz a frissítés. Köles. Jött a hazai csapat kifele. Köles még elvégzi, kicsibe és gyorsan. Pálkai, Pálkaitól tovább. Kenesei mozogott elől Komáromból. Miért? Megpróbálja az ajkai védelem kihozni egy kicsit a komáromi csapatot. És gondolok én itt erre, hogy inkább utána átmennének az ívelgetős játékra. Mert nagyon be volt eddig tömörülve a Komárom, most kicsit kijjebb hozta, így lehet, hogy lesz nagyobb értelme ennek az átadásos, beadásos játéknak. Nem csak oldalról, hanem előről is, hátulról is. Nézzük. Labdaszerzés. Majdnem, hogy labdavesztés. Jött a Komárom. Köles futott ki. Nem sok sikerrel most. Megjátszatják a labdát. Kenesei. Kenesei, hát cselezgetésbe kezd. És mit is mondhatnék? Ugye azt most nem mondhatom, ami a szívemben van, de ez nem volt szabálytalanság, én szerintem, de nem én vagyok a döntőbíró. Úgyhogy ezt is most fújják, erre pedig nincsen lap. Szeretnénk megfejteni a bírónak a gondolkodás módját, de se nekem, se a szurkolóknak nem megy. Pálkai. Széről játszunk. Komáromi fejjel szabadítanak egy picikét föl. Nem sokáig, hiszen jöhet is a bedobás.
hazaiaktól. Bozsik Péter pedig közben beszélget. Most már nem láthatjuk, de előbb beszélgetett a játékosával, ugyanis csere lesz a taktikai utasításokat. Most adja ki, közben pedig nincsen helyzet, pedig lehetett volna. Tehát Bozsik nagy irammal súlykolja a játékosába a taktikai megoldásokat, hogy mit és hogyan szeretne látni. Schindler Szabolcs nyugodtan lépeget előre, hátra, és vár, és egy lövés nem góllal fejeződött be. Tehát sikertelen volt ez. Schindler nagyon nyugodtan viselkedik egyébként, szinte az összes mérkőzésen. És nem fújja le ezt a játékvezető. Komárom próbál meg kifele jönni. És tesztelik a védőket. Tesztelik, tovább mennek-e, vagy nem. Szépen befele támad a komáromi játékos. És pont, hogy egy komáromihoz pattan, de onnantól pedig a védők vizsgáznak egy nagyon szép testsel. És micsoda parádét mutat be Olá. Olá nagyon jól játszik. Költői kérdések sokasága, közben pedig mehet is a csere. 22-es messzámmal jön le Komáromból Göbjös, és a helyére pedig Bán Roland fog érkezni. Közben pedig akad idejük a szurkolóknak a bíróhoz pár mondatot intézni. Megint kicsit hátul passzolgatásba kezdenek, megpróbálják kihozni a játékosokat, de eddig nem nagyon megy, ugyanis Kenesei van Komáromból legelől, de nem nagyon szeretne mozdulni. Talán most. Gyönyörű játék, pörgetés, testsel lepasszolja, ijjajajajaj, abból pedig lehetett volna. Helyzet, és a bíró a szokásos síbafújását végzi. Valahogy mindig akkor, amikor a kék játékos, tehát amikor a komáromi játékos van földön, testtelenni ütközet. Ebben már volt egy kis kézimunka is. Elnézést is kér Pavlicki. Jöhet fölfele a komárom. Hogyha nem, Kenesei szólnak a bírónak, hogy vigyázzál, mert mindjárt el fog esni. Nem így lett most, kivételesen. De a hazaiak támadást dolgozhatnak ki. Egy Rigó védés. Rigó védéssel párosítva, tehát marad az állás 1-0 továbbra is. Mennyire tudják felhozni vajon a labdát a komáromiak? Lesz-e lélek jelenlétük, meg persze fizikai erejük is döntetlen ráhozni ezt a mérkőzést? Vagy inkább hazai csapat fog erősebb, vagyis inkább nagyobb fokozatra kapcsolni? Ez mindjárt kiderül. Pákai hátra Horváthoz. Sikerült kimondanom. Az nem volt semmi. Kenesei mindjárt el fog esni, vagy nem? Most nem. Egész szépen megindul. Kiúzza bal szélen, és beadja Módinak. Módi-tól lepattan, és egy Ajkaihoz kerül a játékszer. És
Hát mit is mondhatnék, ezt fújja le a játékvezető. Oláhal szembeni szabálytalanság, ott fogják most büntetni szerintem sárga lappal. Ki tudja? Igen, látom is a sárgát a kezébe, ki is osztja. Végig Balázs kapta a sárgát, a sárgalapos figyelmeztetést. És szabad rúgáshoz készülődik Köles, ami hát a kaputól egy olyan jó 45 méterre lehet, van. Nem vagyok statikus, nem tudom egész pontosan. Simigla pedig bejött, ha jól hallom, Tóth helyére. Úgyhogy a második cseréjét használja el. Elnézést, a harmadikat használta el most a komáromi együttes. Az ajak még csak egyet cseréltek. Kenesei. Igen, elesett. A fű zöld, az ég kék. Kenesei elesett. Nem, most nagyon zavaros a labda útja. Most hol itt, hol ott egy kicsit. Hát ezzel se segítettek ki, hogy a Komárom jön bedobással. Egy passz, kettő passz, három passz, négy, egészen átjátszották négy passzból a másik oldalra, majd be középre, öt. Hat passznál járunk, egyéb megfigyelésből számolom, hét, nyolc. Tíz, micsoda tiki-taka folyik itt, 11, és 11 passzot élt meg ez a akció, ez az akció. Kezdődhet újra, 1, 2, 3, Keneseinél, tovább 4, 5, és az bizony les volt, jelzés a bíró, vagyis segédje. Közben pedig Horvátnak valami sérülése keletkezhetett, azt beszélik meg a játékvezetővel. De a játékvezető visszafut, tolat, és kicsiben elvégzi Horvát. Pákai. Köles. Köles megpróbálja szélen megindítani csapattársát. Vigyázni kell. És el is veszik a vendégek, de egy bedobással jöhet ismét a hazai együttes. Persze a csere után Nagy jön le, és Major Norbert érkezik a helyére. Tehát... közben beszélgetnek. Schindler Szabolcs meg is tapsolja tanítványát. Nagyon nagyot ment ezen a mérkőzésen, csak úgy, mint a többin is. És a kamera pedig már vissza is fordul a bedobásra. Nézzük meg, mi sül ki ebből. Horváth Péter készülődik bedobáshoz. Egész veszélyesen bedobta, a kapus pedig Rigó le is szedte azt. Rigó pedig nem tudja, hogy hova dobja, hova rúgja. És veszélyes ötlete volt, de összejött. Horváth elszedi. Horváthnak nem sikerült másodjára. Jött a Komárom fölfele. Ki kell vágni azt, fiúk. Félolló szerű megmozdulás. Horváth védéssel. A csapatok egyébként jól felkészültek egymásból, és egy eladott labda Kenesei rosszul vette le a labdát. Horváth. Nem jó, pontatlan, pontatlan.
Valamiért most Horvátnak nem megy annyira tisztán. Tízessel Szimigla ment. Adja be, Szimiglához vissza. És hát nem tudom, hogy ez mi akart lenni. De megint eladjuk a labdát, ami már nagyon nem tetszik itt senkinek se. Schindler is kicsit lefele nézeget, nem érti, hogy ez mi. Talán meccs után megbeszélik. Bedobás. De mi is meg fogjuk ezt vele beszélni. Tehát a mérkőzés utáni interjúkat érdemes majd megtekinteni. Zajka Szonlájnon, és Módi, nála a labda, sarokkal be, hú. Az azért nagyon veszélyes volt, és ez is jelzés értékű lehet, sőt ez is, hogy les. Kenesei gólt ünnepelhet, de nem szabályosat. Ez most nagyon nagy szerencse volt, és ez az utóbbi 1-2 perc is jelzésértékű lehet a hazai együttesnek, hogy így nem érdemes folytatni ezt a játékot, ahogy csinálják, mert könnyen belefuthatnak egy találatba, amivel az állás az, hogy is mondjam, X lenne, tehát az nem lenne jó. Inkább növelni kéne az előnyt, nem kihúzni 1-0-val. Nagy kirúgás. És azaz, Horváth nagyon szépen rálövi, az pedig, elnézést, nem is Horváth volt, hanem Pavlicki, az pedig jó lett volna szerintem. Hova játszunk? Legalább kihozzuk a komáromiakat. Horváth. És ebből talán lehet valami, lehetett volna valami, hogyha a vendégek nem biztosítanak. Olá nem tudja, hogy hova és miként passzol, mert tisztán embert ritkán talál. Bedobással jön hazai csapat. A mérkőzésből pedig egyébként már csak egy bő negyed óra van hátra. Rigónál a labda. Ha spanyol lenne, úgy hívnám, hogy Rodrigo, de mivel nem, ezért marad nekem sima Rigó. Megpróbálnak a komáromiak valamit kiügyeskedni. Védőnél a labda, bejátsz a középre, és ebből megindíthatják Keneseit, les. Gyönyörű a védekezés, és egy sárgát Keneseinek, mert ott összekaptak. Ha jól látom, Kölessel. Vagy a partjelzőt bírált a Kenese? Hát igen, úgy tűnik, akkor elnézést. Tehát Kenese is feliratkozott a sárgalaposokhoz, mellé. Jó, előre. Pontatlanul. Megint bizonytalan a labda sorsa, mert egyik másodpercben itt van, a másikban a vendégnél. Módi. Passzolja föl, hogy elvégezzék. Módihoz vissza. Vagyis Mádi, Módi. Bozsik intelligensen a labdát odaadja játékosának. Vagyis hát inkább a labda szedőnek. Szép továbbjátszás után nem volt komoly helyzete, meg hát helyzete sem a komáromiaknak. Kenesei fordulgat, 16-osról kifele jön is. Szép védekezés. És ez se fújja be a bíró. És cselezés. Horváth. Ez már a harmadik jelzés értékű akció. Tehát ebből most kezd kicsit elég lenni. Vagy lehet ilyet csinálni, de akkor vezessünk 5-0-ra, azt mondom. Ennek így megihatjuk a levét. Főleg így a vége fele járva. Tehát ilyet nem szabad csinálni.
Köles pedig trécsel egyet a bíróval. Zámmal. Horváth pedig szépen lassan elvégzi a kirúgását. Az elkövetkezendő 10 percet szerintem jobb lenne, vagy a végén csak kimondom már remélhetőleg. Az elkövetkezendő 10 percben be kéne biztosítani ezt a 3 pontot, tehát egy gólt minimum lőni kell. Persze úgy, hogy nem kapunk. Közben pedig egy akció van kialakulóban. Volt kialakulóban, kivágták. Egyébként, ha jól hallom, fölöttünk egy helikopter van. Tehát valaki így oldja meg, hogy ne fizesse ki a belépőt. Helikopterről nézi a mérkőzést. Micsoda fanatizmus. Kenesei. Vagy nem Kenesei volt. Vagy Kenesei volt, de ő volt. Ismételten jöhetnek a vendégek. És vigyázni kell nagyon, mert vigyázni kell. Ez benne van a pakliba, bármikor kiegyenlíthetnek. Egy rossz másodpercben nem figyelünk oda, és már is megvan a baj. Kenesei beadja. Szép védekezés. Most kéne kivágni, de nem az ellenfél játékosához. Nincs vége a veszélyeztetésnek. Talán most vége lesz, hogyha szépen fölhozzuk. Azaz. Na, ebből lehet egy akciót, lehetett volna egy akciót kidolgozni, hogyha jól tesszük magunk elé a labdát. Kenő passzolja tovább. Jobb szélről próbálnak. Feljönni, Kenő. Már megint fetreng, ez gyenge mutatvány volt. Bíró is így értékeli. Ez nem ér meg lapot. És megint egy pontatlan labda. És tovább engedi a bíró, a játékvezető pedig már mutatta, hogy ez szabálytalan volt Ajkai részről, kapura lövés, Horváth pedig könnyen fogja. És szól Horváth, hogy menjetek föl, meg menjetek kicsit össze, mert ennek így sok értelme nincs. Majd inkább feldobja játékostársának. Szűk 10 percen belül. Olánál a labda. Olá rá, lövi. És kivédekezik a vendégek, közben pedig megakadt a 9-es vég, és ebből lehet egy akciót kialakítani. És lövés mellé. Hosszú idő után ez volt az egyik komoly lehetőségünk. Be lehetett volna játszani, akadtak benne ketten is, mint például Olá és Horváth is. Rigó rúgja ki a labdát. Módi. Ki kéne futni a játékosokra, nem szabad engedni, hogy ránk hozzák. Módi. Vég. Végtől szépen elvették a labdát. Horváth szépen visszajön védekezni. Támadásból is néha-néha kiveszi a részét, és ez mi volt? Keneseinél a lehetőség. Amíg én csöndben maradtam, mert kicsit lenyeltem azokat a szavakat, amik kijöttek volna. Jobban tettem én így. Komáromi bedobás. Biztosítani kell, ki kell rúgni. Kis birkózás. Ajjajajajaj, nem jön össze ez a trükközés most. Most pedig nyom a Komárom.
lövés ide odapattan, majd megint beadáshoz készülődnek a komáromiak, vagy inkább befele passzolgatnak, beadás az most következik, fejes visszajátszanak, les, és gyorsan is végzik az ajkaiak a szabadot. Horváth szépen fölrúgta a labdát, de még tartsuk meg, most már fejezzük be egy góllal így a vége fele. Nem jó. Szépen elveszi. Talpolt, és... Így van. Most mindenki Csemert akarja odahívni a labdához, mert ő nagyon jó szabadrugás lövő. Ezzel én is tisztában vagyok. Közben pedig talán Keneseit kellett lecsitítani, mert ő kicsit ideges volt. De egyébként nagyon korrektű rendben van a hazai csapat védelme, hiszen Keneseit kiiktatják, pedig Kenesei lőtt gólt már Svédországnak is. Lőtt gólt már Fehér Oroszországnak is, Ajkának, bezzeg nem tud gólt lőni. Na mindegy. Nézzük. Csemer labdától 4 lépésre hátrébb állt. Remélem, hogy ő végzi el, ő is végzi el. Gól helyzet, kiejti a kapus, és aj, majdnem. Szép volt. Csak most már kéne gólt is rúgni, tehát be kéne biztosítani ezt a 3 pontot az ajaknak. Hogyha nem akarnak váratlannal találkozni, mert nagyon benne van a játékmenetében az is, hogy kiikszelik ezt a komáromiak. Kicsit tanácstalanok, és egy gyönyörű labdaszerzés. 4-3 ellen, ezt végig kell vinni az ajkának. Szépen megindulunk. Beadás, ott a helyzet, és egy nagy kapusvédés. Rigó védett. Majdnem ott volt az, amiről én beszélek. A második ajkai gól. Még várat magára. Nem szabad engedni, hogy kihozzák a labdát. Szép. 2 labda egyszerre a pályán. Ez már az időhúzásba megy bele. Ne az időhúzásra játszunk, fiúk. Inkább rúgjunk még egyet, aztán biztosan el vagyunk. Bedobáshoz készülődünk. Szépen lassan. 87. percben járunk egyébként. Jól nekifutunk annak a bedobásnak, levesszük, és odaadjuk az ellenfélnek, ez így nem okés. Kivágják a komáromiak előre. Köles ugrik fel, magas, úgyhogy nem is kell tovább mondani, hogy miért volt sikeres ez a fejes. Magasabb volt, mint az ellenfele, de ne hátul játszogassunk, mert az veszélyes. Megint Kölesnél a labda. Nagyon szép labdalevétel, tovább játszás meg lehetett volna, de kissé pontatlan volt. Nem volt ez egy nagyon biztató tisztázás, úgyhogy megint jöhet az a együttes. És egy bedobással folytatódik a mérkőzés. A 88. 89. perc belnézést. Nézzük, lesz-e gólhelyzet, ott a helyzet, Pavlicki nem belegabolyodott ebbe, hogy fog kijönni, arra én is kíváncsi vagyok. Hát nem túl jól, de még nincs vége az akciónak. Na mikor lesz bebiztosítva az a győzelem? Hát nem most. Köles kéri a labdát szélen, és Köles el is éri. Köles tovább Horvátnak. Horváth. Nem jó. És most jöhet a komárom. Bozsik Péter kezét összerakta.
reméli, hogy ebből góllal fognak kijönni. Kicsit lemaradtunk most. De jó, ki kell őket szorítani, vagy hibára kell őket kényszeríteni. Nem magunkat, az ellenfelet. Az ellenfelet. Tízessel Szimigla. Beadja. Fejjelésre nem jött ember. És fejjel hazadtuk a kapusnak. Horváth ráugrik. Elfett reng rajta. Ez most kell. Minden másodperc értékes most. Komáromnál a labda. Nem jó. Nem jó, nem jó. Játszanak Szimiglához. Módi. Keneseit próbálják meg megindítani. Kicsit be volt lassulva, és Kenesé pedig kinéz az asszisztensre, hogy ezt miért nem fújja. Hát azért Kenő, mert ez semmi nem volt. Na. És most jut a fülemre, és most jut a többiek fülére is, hogy 2 perces hosszabbítás lesz. Tehát még ezt vagy kivédekezzük, vagy bebiztosítjuk. A döntés a játékosok kezébe, vagyis akarom mondani, lábában van. Feljebb kell jönni. Így van. Jól mondják a drukkerek. Nem akarunk drámát látni, és saját játékos rúgtuk fejbe. Ez egy jó ok arra, hogy húzzuk az időt. És a bíró pedig kezdne kicsit elszabadulni az indulatok. Hát, sajnos ebbe belenézett kedves játékosunk, ebbe a labdába belepislogott. Ápolást is kér. Nem látom tisztán ki az, talán Pálkaira merek, nem Pálkai. Talán, hogyha kicsit rá tudunk közelíteni kollega segítségével, talán a képernyőn jobban látom. Hát, még így se látom olyan tisztán, de ápolás az van. Csúnyán fejbe lettek rúgva. A víz az mindenre jó. Igen, a száj lett eltalálva. Kicsit isznak is. Játékvezető is biztosítja a terepet. És áll a játék. Reméljük ezeket a másodperceket nem számolja föl a játékvezető. Jó. És most szépen lassan le is sétál, sérült játékos. Közben pedig a képen láthatjuk az orvost és Horvátot. Horváth nézi, miként hogy legyen. Hova rúgja. És ha jól hallom, az óra nagyon vérzik. Így van, a mez is lekerült, mezcsere. Ugyanis véres mezzel nem játszhat egy játékos se. A drukkerek meg elkezdenek szépen hazavonulni, páran persze. Az igazi kemény mag marad, hogy olyan 5-6-an indultak útnak. Komáromiak kicsit a védőkhöz játszanak. Módi. Az kéz volt, azt én innen is megítélem. Azaz, Köles szépen föl kihasználta magasságát. Olá fut ki. Nem tudott labdát szerezni. És talán most lesz a megindítás. Horváthé a labda. Jó, ahogy mondom. Jó, rendben. Mutatja játékvezető Horvátnak, hogy ez nem menjen át időhúzásba. Kirúgja jó előre, hát jó előre, igen. És egy rontás, ami nekünk kedvez, ismét. De még van annyi a srácokban, hogy még megindítanak egy támadást. Hát eddig úgy néz ki, hogy pontatlan, de szép szögletre játszottunk. Nem,
Most hát szögletre játszottunk, de a bíró úgy döntött, hogy lefújja ezt a mérkőzést. Az Ajka továbbra is tartja a formát, behúzta itthon megint a 3 pontot, és 1-0 arányba tudott győzni. Úgyhogy gratulálok a srácoknak, köszönöm, hogy velem tartottak a közvetítésem során, és megígérem, hogy majd még ismételten találkozhatunk. A mérkőzést összegezve az első fél időben jobbak voltak a hazaiak, bár sok pontatlan labdát adtak. A második fél időben meg egy ilyen feles-feles volt, mert néha a Zajka nyomott jobban, néha a Komárom, de komoly helyzetet a Komárom csak egyszer tudott kidolgozni, az is egy kapufa volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottak a technikusok és a munkatársam nevében is. További jó szórakozást, jó pihenést vasárnap estére. Viszont hallásra. Olánál a labda. Olá. Olá rá, lövi. És kivédekezik a vendégek. Közben pedig megakadt a 9-es vég. És ebből lehet egy akciót kialakítani. És lövés mellé. Hosszú idő után ez volt az egyik komoly lehetőségünk. Be lehetett volna játszani, akadtak benne ketten is, mint például Olá és Horváth is. Rigó rúgja ki a labdát. Módi. Ki kéne futni a játékosokra, nem szabad engedni, hogy ránk hozzák. Módi. Vég. Végtől szépen elvették a labdát. Horváth szépen visszajön védekezni. Támadásból is néha-néha kiveszi a részét, és ez mi volt? Keneseinél a lehetőség. Amíg én csöndben maradtam, mert kicsit lenyeltem azokat a szavakat, amik kijöttek volna. Jobban tettem én így. Komáromi bedobás. Biztosítani kell, ki kell rúgni. Kis birkózás. Ajajajajaj, nem jön össze ez a trükközés most. Most pedig nyom a Komárom. Lövés ide, oda pattan. Majd megint beadáshoz készülődnek a Komáromiak. Vagy inkább befele passzolgatnak. Beadás az most következik. Fejes visszajátszanak. Les. És gyorsan is végzik az Ajkaiak a szabadot. Horváth szépen fölrúgta a labdát. De még tartsuk meg, most már fejezzük be egy góllal így a vége fele. Nem jó. Szépen elveszi. Talpolt, és így van. Most mindenki Csemert akarja odahívni a labdához, mert ő nagyon jó szabadrugás lövő. Ezzel én is tisztában vagyok. Közben pedig talán Keneseit kellett lecsitítani, mert ő kicsit ideges volt. De egyébként nagyon korrektű rendben van a hazai csapat védelme, hiszen Keneseit kiiktatják, pedig Kenesei lőtt gólt már Svédországnak is. Lőtt gólt már Fehér Oroszországnak is, Ajkának, bezzeg nem tud gólt lőni. Na mindegy. Nézzük. Csemer labdától 4 lépésre hátrébb állt. Remélem, hogy ő végzi el, ő is végzi el. Gól helyzet, kiejti a kapus, és aj, majdnem. Szép volt. Csak most már kéne gólt is rúgni, tehát be kéne biztosítani ezt a 3 pontot az ajaknak. Hogyha nem akarnak váratlannal találkozni, mert nagyon benne van a játék menetében az is, hogy kiikszelik ezt a Komáromiak. Kicsit
kicsit tanácstalanok, és egy gyönyörű labdaszerzés. 4-3 ellen, 4-3 ellen, ezt végig kell vinni az Ajkának. Szépen megindulunk. Beadás, ott a helyzet, és egy nagy kapusvédés, Rigó védett. Majdnem ott volt az, amiről én beszélek. A második ajkai gól. Még várat magára. Nem szabad engedni, hogy kihozzák a labdát. Szép. Kettő labda egyszerre a pályán. Ez már az időhúzásba megy bele. Ne az időhúzásra játszunk, fiúk. Inkább rúgjunk még egyet, aztán biztosan el vagyunk. Bedobáshoz készülődünk. Szépen lassan. 87. percben járunk egyébként. Jól nekifutunk annak a bedobásnak, levesszük, és odaadjuk az ellenfélnek, ez így nem okés. Kivágják a komáromiak előre. Köles ugrik fel, magas, úgyhogy nem is kell tovább mondani, hogy miért volt sikeres ez a fejes. Magasabb volt, mint az ellenfele, de ne hátul játszogassunk, mert az veszélyes. Megint Kölesnél a labda. Nagyon szép labdalevétel, tovább játszás meg lehetett volna, de kissé pontatlan volt. Nem volt ez egy nagyon biztató tisztázás, úgyhogy megint jöhet az a együttes. És egy bedobással folytatódik a mérkőzés. A 88. 89. perc belnézést. Nézzük, lesz-e gólhelyzet, ott a helyzet, Pavlicki nem belegabolyodott ebbe, hogy fog kijönni, arra én is kíváncsi vagyok. Hát nem túl jól, de még nincs vége az akciónak. Na mikor lesz bebiztosítva az a győzelem? Hát nem most. Köles kéri a labdát szélen, és Köles el is éri. Köles tovább Horvátnak. Horvát. Nem jó. És most jöhet a komárom. Bozsik Péter kezét összerakta. Reméli, hogy ebből góllal fognak kijönni. Kicsit lemaradtunk most. De jó. Ki kell őket szorítani, vagy hibára kell őket kényszeríteni. Nem magunkat, az ellenfelet. Az ellenfelet. Tízessel Szimigla. Beadja. Fejjelésre nem jött ember. És fejjel hazadtuk a kapusnak. Horváth ráugrik. Elfetreng rajta. Ez most kell. Minden másodperc értékes most. Komáromnál a labda. Nem jó. Játszanak. Szimiglához. Módi. Keneseit próbálják meg megindítani. Kicsit be volt lassulva, és Kenesé pedig kinéz az asszisztensre, hogy ezt miért nem fújja. Hát azért Kenő, mert ez semmi nem volt. Na. És most jut a fülemre, és most jut a többiek fülére is, hogy 2 perces hosszabbítás lesz. Tehát még ezt vagy kivédekezzük, vagy bebiztosítjuk. A döntés a játékosok kezébe, vagyis akarom mondani, lábában van. Feljebb kell jönni, így van, jól mondják a drukkerek. Nem akarunk drámát látni, és saját játékos rúgtuk fejbe. Ez egy jó ok arra, hogy húzzuk az időt. És a bíró pedig kezdne kicsit elszabadulni az indulatok.
Hát, sajnos ebbe belenézett kedves játékosunk, ebbe a labdába belepislogott. Ápolást is kér. Nem látom tisztán ki az, talán Pálkaira merek, nem Pálkai. Talán, hogyha kicsit rá tudunk közelíteni kollega segítségével, talán a képernyőn jobban látom. Hát még így se látom olyan tisztán, de ápolás az van. Csúnyán fejbe lettek rúgva. A víz az mindenre jó. Igen, a száj lett eltalálva. Kicsit isznak is. Játékvezető is biztosítja a terepet. És áll a játék. Reméljük ezeket a másodperceket nem számolja föl a játékvezető. Jó. És most szépen lassan le is sétál, sérült játékos. Közben pedig a képen láthatjuk az orvost és Horvátot. Horvát nézi, miként hogy legyen. Hova rúgja. És ha jól hallom, az óra nagyon vérzik. Így van, a mez is lekerült, mezcsere. Ugyanis véres mezzel nem játszhat egy játékos se. A drukkerek meg elkezdenek szépen hazavonulni, páran persze. Az igazi kemény mag marad, egy olyan 5-6-an indultak útnak. Komáromiak kicsit a védőkhöz játszanak. Módi. Az kéz volt, azt én innen is megítélem. Azaz, Köles szépen föl kihasználta magasságát. Olá fut ki. Nem tudott labdát szerezni. És talán most lesz a megindítás. Horváté a labda. Jó, ahogy mondom. Jó, rendben. Mutatja játékvezető Horvátnak, hogy ez nem menjen át időhúzásba. Kirúgja jó előre, hát jó előre, igen, és egy rontás, ami nekünk kedvez, ismét, de még van annyi a srácokban, hogy még megindítanak egy támadást. Hát eddig úgy néz ki, hogy pontatlan, de szép, szögletre játszottunk, nem, most hát szögletre játszottunk, de a bíró úgy döntött, hogy lefújja ezt a mérkőzést. Az Ajka továbbra is tartja a formát, behúzta itthon megint a 3 pontot, és 1-0 arányba tudott győzni. Úgyhogy gratulálok a srácoknak, köszönöm, hogy velem tartottak a közvetítésem során, és megígérem, hogy majd még ismételten találkozhatunk. A mérkőzést összegezve az első fél időben jobbak voltak a hazaiak, bár sok pontatlan labdát adtak. A második fél időben meg egy ilyen feles-feles volt, mert néha a Zajka nyomott jobban, néha a Komárom, de komoly helyzetet a Komárom csak egyszer tudott kidolgozni, az is egy kapufa volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottak a technikusok és a munkatársam nevében is. További jó szórakozást, jó pihenést vasárnap estére, viszont hallásra!